akkor kezdődjön ez a jó kis nap, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, 6 óra múlt, itt van Pince és Marian. És Balogh István, most jó reggelt mindenkinek. És itt vannak a mi hallgatóink is, remélem, lehet tőlünk ébresztést rendelni. Arra gondoltam, hogy ma ne adjuk ingyen az ébresztést. Ha nem, mit kérjünk, szeretnél cserébe? Kérjünk cserébe valamit, mondjuk írják meg, hogy hány óra kocsörgött ma az órájuk, jó? Okay. Az ébresztés mellett az is legyen benne az SMS-ben. Akkor írjátok meg, hány kocsörgött a Vekker nálatok. Nagyon érdekel minket, 0620 95 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
Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. 4 perc múlva már 7:15 lesz, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig megkezdtük a mai Vekkert. Jó reggelt mindenkinek! Hello, jó reggelt Hajdú Bihar, 2017. március 21-e, kedd van, ébresztő. Hogy állunk az utakon? Már hogy kora reggel is van, miről beszélni. Bizony. Hajdúnánáson a Tisza-Vasvári utcán mérnek, ezt írta nekünk most az egyik hallgatunk, úgyhogy óvatosan. Ő is nagyon korán kelhetett. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek! A közlekedési hírek támogatója a Tokaji Kertészet. A minőségi virágok értékesítője. És hát el kell ismernünk, hogy nekünk vannak a legjobb hallgatóink a világon. Még hát el se kezdtük. El se kezdtük a mai napot, de már tele vagyunk üzenetekkel. Ugorjunk neki az ébresztéseknek, jó? Erzsébet írja, jó reggelt, jó Vekkert, segítsetek, és küldött egy képet, amin egy félmeztelen nő egy koporsót húz, és a felirat rajta, férjet keresek, mert ez itt lejárt. Én meg pont ilyen feleséget keresek egyébként. Hát akkor megvan a mai párosításunk. Azt írja Erzsébet, hogy neki 5:25-kor csörgött ma a Vekkert, csak hogy észhez térjek, mire kezdetek. Ezt írta, és sikerült felébredni? Hát úgy tűnik, ha már odáig eljutott, hogy képet küldött nekünk, akkor azt gondolom, hogy sikerült. Igen, az már komoly agytorna. Mónika írja, sziasztok, jó reggelt, vidám napot mindenkinek, és ő is küldött nekünk egy képet, egy mosolygó és egy csodálkozó kávéról, mert hogy olyan korán keltünk, hogy a kávé is csodálkozik rajtunk. Hát még rácsodálkozunk, igen. Azt írd meg nekünk, légy szíves, hogy mikor keltél fel. Csikánó írja, hogy neki 5:45-kor csörgött az óra, de megelőzte. A biológiai órája hamarabb felébresztette. Az olyan jó egyébként, nem, amikor nem várod meg azt, hogy az óra ébresszen. Kinyílik a szemed, mert azt álmodod, hogy csörgött az óra, és kinyitod a szemed, és akkor kezd csörögni az óra. Nem szokott ilyen lenni neked? De. Milliószor előfordul. Nem van, hogy csak tényleg pár másodperccel korábban ébredek meg, mint ahogy az óra csörög. Azt mondják egyébként, hogy az ember az óra nélkül is ösztönösen tudja, hogy hány óra van. Tehát az ősember például még tudta. És ezt a mai napig meg lehet tanulni, azt szokták javasolni, hogy úgy csinált, hogy egyszerűen csak a legváratlanabb időpontokban gondolja arra, hogy vajon hány óra lehet, és mondd ki, ami először eszedbe jut. Eleinte valószínűleg nagyon összevisszaságokat fogsz mondani, de egyre közelebb fogsz jutni a megoldáshoz, és egy idő után magadtól meg fogod tudni mondani, mennyi az idő óra nélkül. De tényleg volt már egyébként, hogy megébredtem az éjszaka kellős közepén. És akkor csak így mondom, hány óra lehet, 00:30, és oda nézek a telefonomra, és 00:23. Igen. Ja, igen, ezt is javasolják, hogy ha éjszaka fölébredsz, és mondjuk egy hirtelen eszedbe jut a nagy kómában, akkor próbáld meg megtippelni, hogy mennyi az idő. És egyre jobban el fogod találni. Majd vezetek egy naplót, és akkor majd felírom, hogy hányszor találtam el, és hányszor nem. Ja, azt hiszem, hogy felírod, hogy hány óra van, hogy mindig tud. Reggel fölöd egy papírra, és akkor egész nap hát tudod. Arra van a telefonom, meg az órám, hogy segítsen. Na várjál, vissza az ébresztésekhez. Nektek is jó reggelt, üdv roham csigájék, ébresztő nektek is. Ébresztő, Marika, jó reggelt. Marika azt írja, őt 5:45-kor ébresztette a biológiai Vekkere, és mivel ma van a költészet világnapja, küldött nekünk egy verset is. Felkelek, Vekkerre ébredek, ha nem így volna, nagyon hiányozna. Köszönjük szépen. Várjuk a további verseket, hogyha már ma van a költészet napja. A költészet világnapja van. Bocsánat. Nekem nem összekeverendő az áprilisi magyar. Nem, csak azért mondom, hogy pontosítsuk, igazad mert van, ugye áprilisban van a magyar költészet napja, nem összekeverendő azzal, ez a költészet világnapja, ami ma van. Jogos, teljesen jogos. Jó reggelt, jó Vekkert, Vili és Marcsi, szeretnék Szondi emesének Nyírvasváriba jó reggeltet rendelni. Szüksége van rá a szépséges orszájára. Egyébként 05:30-kor csörgött a Vekker. Köszönöm, Ákos. Hát akkor emesének Nyírvasváriban. Jó reggelt mindenkinek. Ébresztő. Aztán Tibi írja, jó reggelt nektek, az én ébresztőm mindig 5:00-ra van állítva, hogy mire kezdődik a Vekker, kényelmesen tudjam hallgatni. Szerintem így korrekt. Üdv Tibi. Köszönjük Tibi, köszönjük, neked is jó Tibi. Reggelt. Jó reggelt nektek, szeretném ébreszteni Katit Sárándon, üzenem neki, hogy voltak csodák, mik elmúltak, de az érzések sosem hazudnak. Hagyd a szíved szabadon repülni, és megtalálja, kit kell igazán szeretni. Köszike Jocó Derecskéről, nekem 5:30-kor csörgött az óra. Nektek, kérdezi tőlünk. Jocó, ne akar tudni.
Nekem azt hiszem, hogy 4.30-kor neked. Legyen 4.00 vagy 4.15. Attól függ, hogy ha vannak olyan napok, amikor megengedem magamnak, hogy 4.15-ig lustizzak. Ahó. De egyébként inkább 4 óra mostanában arra szoktam rá. És Mónika írja, nekem ti vagytok szó szerint a vekker, mert a rádió az ébresztő óra hatkor ébreszt, de mindig ébren vagyok már olyankor. Ma 5.30-kor keltem. Mónika, neked is jó reggelt. Ébresztő. Hát köszönjük szépen. Sokaknak mi vagyunk az élő vekker. Ennek hát, nagyon örülünk. Jó, ez a célja ennek a műsornak, hogy felébresztünk mindenkit. Jöhetnek még a jó reggeltek, az ébresztések, és nagyon érdekel ma reggel bennünket, hogy kinek mikor volt az ébresztő, mikor csörgött a vekker. 0620 95 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
mindenki, mert megint azt vettem észre, hogy nagyon nagy forgalom volt az utcán. Nem mondod, már komolyan, tényleg? Fél hat előtt, 5 perccel indultam otthonról, és nagyon nagy volt a forgalom. Én meg pontosan azt tapasztaltam, de már komolyan mondom, hogy megszokom, hogy mindig más tapasztalok, mint te, hogy nagyon kevesen voltak az utcán. Itt bent a belvárosban... Azt mondjuk tudom, hogy nem egyfelé közlekedünk. Érezhetően sokkal többen vannak azóta, amióta korábban világosodik, mint amikor még sötét volt fél hat körül. Érezhetően. Tehát mondjuk, amikor átjöttem az úton, eddig úgy jöttem át az úton, hogy meg se álltam, csak mentem. Most viszont ma meg kell állni, körbe kell nézni, mert 2-3 autó biztos, hogy elmegy előttem. Igyekszem a lámpákat tudod elkerülni, úgyhogy olyan utakon jövök, ahol még emberek nem nagyon járnak így korán reggel. Ahol a madár se jár. Ahol a madár se jár, igen. De majd kipróbálok egy olyan útvonalat, hogy megnézem, milyen az, amikor a város tele van reggel. Azon gondolkodtam, hát gyere a belvároson keresztül, és észre fogod venni. Hát csak ott sok a lámpa. Hát igen, igen. Jó, mert, hogy majd felkelek fél órával hamarabb, és akkor... Megéri, megéri. Azt gondoltam, hogy van olyan munka, amit akkor kell kezdeni, amikor kivilágosodik? A lámpa gyújtogató, meg a lámpa oltogató, de nem hiszem, hogy ennyi lámpa oltogató lenne a városban. Nem tudom, konkrétan... Érezhetően megnőtt a forgalom, és ez engem nagyon izgat, hogy miért. Hát nagyon érdekes, mert hogyha valakinek 8-kor kezdődik a munkája, akkor szerintem télen is, nyáron is, tavasszal teljesen mindegy, milyen évszak van, akkor is 8-kor. Én megint csak arra tippelek, hogy az történik ilyenkor, hogy mivel hamarabb világosodik, mindenki hamarabb elkezdi a napot. Tehát mondjuk már akkor már most 5:30-kor leszaladunk a boltba, mert már most úgyis világos van. Hát meg megébredtek a hamarabb... futók, nem? Tehát hogy sokan szeretik reggel. Nem látok. Vagy hát gyorsan viszont, szaladnak el mellettem, hogy... Ki megy reggel 5:30-kor boltba? Nem tudom, írják meg a kedves hallgatók, hogy mit csinálnak reggel 5:30-kor. Vagy lehet, hogy eddig olyan jó érzés volt, mert eddig mondhattam azt, hogy elnéptelenednek az utcák, amikor kezdődik a vekkel, de ez most nem igaz. Hát, hogy most pont, hogy mindenki kint van az utcán. Na jó, van, hát remélem, hogy egyszer... Akkor mennek haza. Ezt a rejtét is meg tudjuk majd fejteni. Beszéljünk még egy kicsit megint szegény Chuck Berryről. Ugye az ő halálhíre volt a hétvége bulvár eseménye, és hát most mindenki kifejezi az együttérzését, és mindenki nagyon szomorú amiatt, hogy elvesztettük őt. A legcikibb az amerikai rapper Nelly volt, nem tudom, hogy láttad a videót, vagy ki látta a videót, felkerült a netre. Elkapták őt, jött ki valami moziból, vagy valahonnan, ahogy egy világsztárnak ki kell jönnie, a vörös szőnyegen várta őt a limuzin, a sofőr már nyitotta neki az ajtót, és akkor odaugrott hozzá egy riporter, és akkor megkérdezte tőle, hogy mit szólt Chuck Berry halálához. És akkor elmondta a sablon szöveget, hogy ó, hát gyerekkorom kedvence volt, imádtam az ő dalai, nagyon inspiráltak engem is mindig, és nagyon nagy veszteség, és egy igazi legendát veszítettünk el. Ezt elmondta, a riporter megköszönte, ült be a limuzinba, mármint nem a riporter, hanem Nelly, és akkor mellékesen csak úgy odaszólt a riporter, hogy egyébként melyik volt a kedvenc Chuck Berry számod, amire Nelly a következőt tudta válaszolni. És nem mondott semmit. Semmit nem mondott, hanem inkább egy ilyen kínos röhögés közepette gyorsan bevágódott a limuzinba, és elhúzott a helyszínről. Semmi. Most vagy lefagyott, de nem hiszem, hogy lefagyott volna, vagy egyszerűen csak kamuzott, és fogalma nem volt, hogy ki az a Chuck Berry, mert még a Johnny B. Goode se jutott eszébe. Semmi. Semmi. Most nem tudom, hogy ilyenkor nem jobb lett volna, hogyha azt mondja, hogy tehát nem is nyilatkozik semmit, nem? Ugye, hogy muszáj egy ilyen esetben bármit mondani? Egy ilyen álszent nyilatkozatot? Nem lehet azt mondani, hogy ne haragudjatok, gyerekek, én annyira nem követtem az ő életét. Kész. Ez ciki ezt mondani? Hát szerintem őszintébb sokkal. Hát így kiderült, hogy fogalma nincs, hogy kiről van szó, csak valaki meghalt, el kellett mondani a sablon szöveget, aztán egy keresztkérdéssel le lehetett rántani az egészről a leplet, hogy fogalma sincs, hogy kiről van szó. Hát látod, most saját magát belehúzta a csőbe. Meg a másik tegnapi témánkhoz is találtam egy érdekes cikket még utána tegnap. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy mekkora galibát tudnak okozni a nagyon hétköznapi nevek. Uh-huh. Hogy milyen, a gyakori vezetéknevek? A gyakori vezetéknevek keresztül meg, tehát hogy a Kovács Istvánok, Nagy Bélák, Kis Lászlók milyen problémákkal szembesülnek. Hát, hogy a ritka nevek is okozhatnak azért problémát.
megjelent tegnap egy cikk, hogy van valahol Irakban egy szegény fickó, akit Saddam Husseinnek hívnak. Jú. És évek óta nem talál magának munkát sehol. Senki nem meri fölvenni, pedig valami 6000 diplomája van szegénynek, és nagyon magasan képzett, és nagyon magasan kvalifikált. De annak idején az apja őt Saddam Husseinnek nevezte el, és a világon senki nem akarja őt alkalmazni sehol. Hát nem csodálom. De hát én már szerintem a helyében réges-régen nevet változtattam volna. Hát nem tudom, hogy ez arra felé hogy megy, hogy ez ilyen egyszerű-e, de szegény. Együtt érzek vele. Hát abszolút én is. Hát ez olyan, mint amikor valakinek, mondjuk, hogy a gyerekének Adolf keresztnevet adnál. Hát az egy életre megbélyegzi szegényt. Úgyhogy szülők tessék tudatosan nevet választani a gyereknek. Igen, igen, szegény. Szegény Saddam Hussein, mármint az a Saddam Hussein, aki nem talál magának munkát. Na, jó reggelt mindenkinek, jönnek még itt közben az ébresztések, ezekkel jövünk vissza mindjárt. Előtt a Dido és a Life for Rent. Debrecen Rádió. Hát megvan, azért kellett mindenki ilyen korán, hogy ezt a dalt meghallgathassa. Hát, ez van. A Dido és a Life for Rent itt a Debrecen Rádióban, a Vekkerben. Jó reggelt mindenkinek, 5 perc múlva lesz 7:30, ki sem látszunk az üzenetekből. Jó reggelt, én 5:30-kor akartam kelni, de magamtól 5:12-kor keltem, úgyhogy én is hamarabb kezdtem a napot. Ki korán kell, aranyat lel, írja nekünk Rita. De az milyen jó, szia Rita, jó reggelt, hogy utána nem aludt vissza. Hol az arany? Inkább ez érdekelne. Hol az arany? Hát nekünk már elég trilliárdosnak kellene lennünk. Hogy is van a türelem, rózsát terem. Nekem aranyat terem a türelem, de gyorsan. De ne gyorsan, ezért legyen türelmes. Kinek kell már az rózsa? Az élet tanít, Vili, tudod. Aztán nem működik, írja nekünk Rita, és küldött egy képet a Kossuth-Burgundia kereszteződésről, ahol nem működnek a jelzőlámpák. Köszönjük szépen. Hát ha ez így marad a reggeli csúcsforgalomra is, akkor ott bizony lesz galiba. Hát reméljük, hogy hamar helyreállítják ott a rendet. De reméljük, hogy még csak arról van szó, hogy nem kapcsolták még be, mert hogy korán van. Köszönjük szépen, tehát a Kossuth-Burgundia kereszteződésben jelen pillanatban nem működnek a jelzőlámpák, ezt is tudjuk már a hallgatóinktól. Aztán valaki csak annyit írt, hogy disznótor, és ezzel meg is indokolta, hogy miért kelt korán. Jó munkát nektek! Jó malackodást! Valaki, ugye volt az a klasszikus poén, hogy miért kell a disznótort ilyen korán kezdeni, hogy még ilyenkor alszik a Greenpeace, azért kell ezt ilyen hamar kezdeni, ezt valamelyik stand-up-hoz mondta. Tényleg, ez mindig ilyen hajnali 5 óra fele elkezdték. Hát persze, a szűvésben kell, különben megromlik a hús, hát nem lehet 40 fokban. Meg alszik a Greenpeace még olyankor. És Marika megfejtette nekünk a kérdést, hogy miért van már ennyi ember az utcán. Pénzt keresni csak világosban lehet. Ha besötétedik, nem látsz. Minden kisgyerek úgy gondolja, szó szerint az utcán kell keresni a pénzt. Én tényleg így voltam egyébként, amikor azt mondták, hogy apukám elment pénzt keresni, akkor én ezt elképzeltem, hogy komolyan mondom, hogy görnyed az utak fölött, és akkor ő keresi a pénzt. És aztán felnőttél, és rájöttél, hogy tényleg így csinálja. Hogy tényleg így csinálja, igen. Hogy ez tényleg így működik. Köszönjük szépen mindenkinek, lehet tőlünk ébresztést rendelni továbbra is, és ma nagyon érdekel bennünket az is, hogy mikor csörgött nálatok a Vekker. 0620 95 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
mögött. Igen. Egy újságírónak a jegyzete volt arról, hogy a mai fiatalok mennyire nem ismerik az illemszabályokat. Na most mai fiatalként erre mit mondjak? Hát maga a cikk nem olyan nagyon jó, tehát arról nincs mit beszélni, mert egy tipikus ilyen, hogy jaj, ezek a mai fiatalok típusú sopánkodás. Várjál, van köztünk a cirka 10 év. Minden jobb volt. Te ezzel egyet értesz? Mondjuk egy olyan 20-as korosztály. Én azzal a mondattal, hogy jaj, ezek a mai fiatalok, semmilyen formában nem értek egyet, mert az úgy hangzik valójában, hogy jaj, ezek a mai idősek. Mert a mai, igen, mert a mai időseket, vagy a mai fiatalokat a mai idősek nevelték olyanná, amilyenek. Tehát a felelősség azért nagy részben őket is terheli azért, hogy a mai fiatalok milyenek. Tehát igen, ez jogos. Megfordítanám ezt a dolgot, tehát minden ilyen sopánkodást én elhárítok magamtól, mert a fiatalok olyanok, amilyenné neveljük őket, vagy mi idősebbek. Viszont elgondolkoztam azon, hogy tényleg nem ismerjük az illemszabályokat. Nagyon sokszor nem. Ez ebben egyet kell, hogy értsek. Úgyhogy hoztam egy jó kis tesztet. Most azon gondolkoztam, hogy ezt így ki kellene hegyezni tipikusan mondjuk a 10 évesekre, a 20 évesekre, vagy csak így általánosan beszélgessünk hoztam a fiatalokról. Hoztam egy tesztet. Jó, akkor az ellenőrizzük le. Illemszabályokról, és megnézzük majd, hogy mennyi illemszabályt ismerünk, és a hallgatóink is tölthetik majd ezt velünk, természetesen kíváncsiak vagyunk az eredményekre, jó? Nagyon, én is. A hírek után ezzel fogjuk majd folytatni, de előtte még Enrique Iglesias is itt lesz. Duelle el corazón, olé, andale, andale, arriba, arriba, ébresztő! Jó
reggelt! 5 perc múlva 3-4-7, próbálkoztatunk mint bármivel, de azért egy jó Def Leppard szám, mégis csak az a leghatásosabb ébresztő szerintem. Itt hát a Debrecen Rádió. Hát erre, hogyha nem kert fel valaki, akkor nem tudom, hogy mivel lehetne kirángatni az iPhone-t. Hát aki el nem ébredt föl, az inkább feküdjön vissza, mert az reménytelen eset, tehát annak mindegy is. Hát szép, jó reggelt mindenkinek. Na, még ébresztések. Jó reggelt, jó vekkert. Kérnék egy ébresztést az egyetlenemnek Debrecenbe, a Petőfi térre. Üzenem neki, hogy imádom, ha apa Macinak hív. Nálam 5:25-kor csörgött a vekker. Hát akkor kedves apa Maci egyetlene a Petőfi téren. Valahol itt a szomszédban. Bizony, ébresztő bizony. Neked is. Lehet, hogy az ablakból tudunk is egymásnak integetni, mert mi is itt vagyunk a Petőfi téren. Na, ha más nem, így az éteren keresztül integetünk neked. Jó reggelt. Akkor a következő üzenetet azt valószínűleg maga Besenyő Pista bácsi írta nekünk. Türelem, tornaterem, írja Pisti. Még szerintem az előzők is. Szólt, igen, az előző kis eszmefutatásunk. Jó reggel Debrecenből, az Árpád térről, Gábortól kaptuk. Ébresztő neked is. Hello, Gábor. Van egy kedvenc zenéd, amit nem tudsz megunni? Állíts be ébresztő hangnak a telefonodon. A változás garantált. Laci nagyon filozófikus hangulatban igen, van. Igen, igen, igen. Szép reggelt nektek, én minden nap hajnali 3-kor ébredek. Fél 6-ra megyek dolgozni. Aki 2-kor kelt, igen. De azért a 3 sem semmi. Nagy a távolság az otthonom és a munkahelyem között. Minden nap hallgatlak benneteket. Nagyon jó, hogy névnapi, szülinapi üzeneteket lehet nálatok küldeni. Szép napot nektek. Erzsóktól kaptuk ezt az üzenetet. Erzsók, te egy igazi hős vagy. Hősnő. A mi hősünk. Veled vagyunk életben. Hát akkor neked már annyira nem is jó reggelt, hanem bőven jó munkát. A lakóhely és a munkahely közötti utazgatásnál rosszabb nincsen. Én ezt csináltam, egy ideig egy Nyíregyházára jártam át reggeli műsort vezetni. Na akkor te mikor keltél fel? Te is nap, olyan 3 körül, nem? Hát olyan 4 óra körül indultam. És borzalmat. Tehát nekem az a 1 óra oda, 1 óra vissza, 2 óra az életemből minden nap. Így a kukába. Uh-huh. Úgyhogy pontosan tudom, hogy Erzsók mit érzett, mit érez most. Lélekben veled vagyunk, és a telepodat is próbáljuk egy kicsit feldobni. No, hát ahogy az előbb is mondtam, olvastam egy nem annyira érdekes cikket, de a gondolataimat beindította. Egy újságíró arról sopankodott egy kis eszmefuttatásban, hogy a mai gyerekek, bezzeg a mai fiatalok, mennyire nem ismerik az illemszabályokat. Na és olyan mit mondanak a mai fiatalok? Elmondom azt, hogy mit kér számon a gyerekeken, jó? Mert uh-huh. szerintem a jelentős része már most totál elavult ezeknek a dolgoknak. Például azt mondja, hogy a mai gyerekek nem tisztelik a felnőtteket, és ezt nem mutatják ki. Mert régen, amikor a felnőtt belépett a szobába, akkor a gyerek fölállt, abba hagyta a játékot, odaszaladt, és illendően üdvözölte a felnőttet. Hát egyet kell, hogy értsek veled. Hála a jó Istennek, hogy nem ilyen világot élünk, én azt mondom. Igen, tehát a tiszteletet nem hiszem, hogy azzal kell megadni, hogy felállsz és tisztelettudóan üdvözlöd a másikat. Most oda lehet köszönni, hogy csókolom, Erzsike néni. Igen. És ugyanúgy tudsz örülni neki, mint hogyha ilyen katonásan eléd állna, nem? És igen, mert abban a félelem van benne. Tehát a gyerek akkor áll föl így, és akkor üdvözli nagyon udvariasan. És levegőt sem mer venni. Igen, ha fél a felnőttől, és az semmiképpen nem jó. Aztán mindent tegyél meg, amit eléd raknak. A mai gyerekek ezt se tartják be. Pedig mi annak idején a vasszeget is megettük. Szerintem ez is totál elavult. Hát abszolút. Mert az egy dolog, hogy megpróbálod meggyőzni, hogy ez milyen egészséges, meg nem tudom, milyen finom, de hogyha majdnem csúnyát mondtam, hogyha utána mi fog a kajával történni. Szóval, hogy akkor nem kell a gyerekbe erről tenni. Én is ezt mondom. Ma már olyan választék a mindenféle kajából, hogy milyen ne egye a gyerek azt, amit tényleg szeret. Miért kell a spenótot lenyomni a torkán, ha egyszer nem szereti. Én is így vagyok vele. Vagy akkor add olyan formában, mint mondjuk az egyik ismerősöm smoothie-t csinál minden reggel. És akkor összedob mindenfélét. Hát de ha hogy... szereti a gyerek. Nem, magának. Ja, magának, de hogy az például finomabb, meg nem tudom, gyorsabban megiszod, míg a spenótot ugye rákcsikálni kell egy darabig. Aztán, jó, hát ez mondjuk oké, mindig legyen nálad papír zsebkendő. Jó, de ezt is a gyereken számon kérni, hát ne haragudj, a felnőttnek kell a zsebébe dugnia. Megtanulja szerintem, hogy a lóg az orrában valami egy idő után tudni fogja hát azt, meg, de a hogy az jó, hogyha ott van. A gyereknek, vagy a felnőttnek kell a gyerek zsebébe dugnia egy bizonyos az korig. A másik, tehát igen. Ez megint a felnőttek hibája. Ne szakítsd félbe a felnőtteket, ugyanaz, mint az elején. A házban neki a báj. Zavarod aput és anyut. Várjál, menjünk vissza egy picit, légy szíves, ne szakítsd meg a felnőtteket. Megint az a kérdés, hogy hol, nem? Ahogy beszéltük, hogy nekem a szüleim ilyen, hát idézőjelben ilyen tárgyalásokra vittek, ott oda nem is kellene, hogy ott bevigyen. Egyébként meg, hogyha van egy társalgás, egy diskurzus, akkor miért ne szólhatna bele a gyerek? Én is ezt mondom, ugye? Igen. Tehát azt mondom, hogy ezek amiket számon kér a gyerekeken ez a cikk, ennek a nagy része szerintem teljesen elavult, és csupa olyan szabály, ami egyébként csak félelmet kelt a gyerekekben, és azt próbálja a gyerekekben éreztetni, hogy én vagyok a felnőtt, és azon, amit én mondok, mert csak, igen. Mert ennyi az indok, hogy mert idősebb vagyok. Viszont, és ez nekem alanyi jogon jár. Viszont annyiból igaza van ennek a cikknek,
hogy valóban elfelejtettük az illemszabályokat. Például képzelem, nekem általános iskolában volt illemtanúra alsóban. Nekem már nem igen. Nekem is csak azért volt, mert mi egy ilyen kísérleti osztály voltunk. Kísérletöztek rajtunk, de szerintem látszik is, voltak félresikerült kísérletek. Egy ilyen speciális, akkor újnak számító, éppen még csak tesztelés alatt lévő tanrendszerint tanultunk, és ennek része volt az is, hogy volt illemtanúra. Úgyhogy én sokkal illedelmesebb vagyok, mint mások, még ha ez nem is látszik rajtam, mert ezt azért egy kicsit belém verték, de most, ahogy utána néztem, egy csomó mindent én is elfelejtettem. Uh-huh. Hoztam egy jó alapos tesztet illemszabályokról, hamarosan nekiállunk ezt kitölteni, kíváncsi vagyok, hogy én mire emlékszem, kíváncsi vagyok, hogy te mire emlékszel, meg hát arra is, hogy a hallgatóink mennyire tudják az illemszabályokat. Én meg arra leszek majd kíváncsi, hogy meg tudod-e fogalmazni, hogy mi az, hogy illem, illetve mi az, hogy etikett, és mi az, hogy protokoll. Na ez is egy jó kérdés. Igen. Szerintem ugyanaz mindegyik. Nem igaz. Na majd meglátjuk, jó? Jövünk vissza hamarosan a nagy illemtesztel, de előtte horoszkóp! Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, Totova, vagyis Tóth Gabi és a Hosszú Idők, velünk pedig itt van Szabó Totova hanga is, mert hogy jönnek a 7 órási hírek, nem sokára várjál, most fogunk hallani téged, hello, jó reggelt, jó reggelt neked is, ébresztő. Kaptál egyébként üzenetet Erzsébettől, igen, azt írja, hogy ő a híreknél kezdte el az előbb a reggeli tornát, hanga hangja lázba hoz, ezt írta. Ennyire dinamikus volt. Igen, jó ennek vagy. Ennek örülök. Amikor a gabona indexre négy fekvőtámaszt, azért az nem semmi. És van még egy ébresztésünk. Sziasztok, szeretnék anyukámnak kitartást kívánni, ugyanis ma reggel 8-tól este 10-ig dolgozik Puszi Dénes. Az igen. Az egy szép kitartást kívánunk neki is. Jó sok hírblokkot meg tud hallgatni hangával ez alatt a 12 óra alatt, amit dolgozni fog. Gyerekek, egy kicsit komolyra kell fordítanunk a szót, mielőtt megyünk tovább. Egészen sokkoló hírt kaptam. Eltűnt egy rádiós kolléga, távoli kolléga, egy győri rádiós hölgyről van szó. Mit tudunk? Azt tudjuk, hogy egy elég nehéz időszakon van túl, és egy nagyon közismert közéleti szereplő Győrben. Tegnap tűnt el? Összefogtak ott a rádiók, vasárnap óta nem tudnak róla semmit. Ott összefogtak a rádiók, a polgárőrség, a rendőrség, mindenki, és egész éjszaka őt keresték, például a győri rádiós kollégák is. Valami nyom, vagy valami üzenetet? Sajnos van, igen, egy búcsúlevél. Jó. Hát nyilván mi innen Debrecenben sok mindent nem tudunk tenni, azon túl, hogy drukkolunk, hogy előkerüljön és megoldódjon, azért mégiscsak egy kollégáról van szó. És ha esetleg hallja, ne adja fel, bármi történt, mindenre van megoldás. Én legalábbis mindig ezt mondom, ezt az ellenségeimnek is üzenem, hogy mindenre van megoldás, amire nincs, arra is talán. Igen, hát nyilván sokkoló azért bármennyire is távoli kolléga egy ilyet. Hát de bízunk benne, hogy az esetleg. Igen, drukkolunk innen a távolból is. Csak egy átmeneti állapot. Hogy mindenféle probléma nélkül megoldódjon ez az ügy, és hát lélekben ott vagyunk a győri kollégákkal is, akik mondom egész éjszaka a hírek szerint keresték az eltűnt kolléganőjüket. Hát nagyon reménykedek, én reménykedek. Igen, én is azt akartam, szerintem hogy remélem, hogy keseredett. Reméljük, hogy holnap vagy holnapután jó hírekkel fogunk szolgálni. Bízunk benne, hogy jönnek jó hírek, és természetesen figyelünk, és ha valamit esetleg tudunk az ügyről, akkor azt mondjuk a hallgatóinknak is. Na, egy picit vidámabban fogjuk majd folytatni a hírek után, mert hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a mai gyerekek nem ismerik az illemet. Hűha. Egy újságíró szerint tartottál illemórát a gyerekeidnek? Hát ezt nem lehet illemórát tartani. Egyébként van hit és erkölcs tanúra az iskolában. Mm-hmm. Tehát, hát azért az nem ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz. Nem ugyanaz. Nyilván én azt mondom, hogy a hétköznapi életben lehet ezt megmutatni nekik, hogy milyen helyzetben hogyan kell viselkedni. Hát ez egy ilyen 0-24-es feladat. És 0-tól 99. És nem csak rajta súlik, hanem a tanárokon, illetve a környezetükben élő hát embereken. Lehet kell mutatni leginkább. Igen, de hát azért sok mindent hoznak otthonról, és azért az nem mindegy. Na, én hoztam otthonról egy illemtesztet, amit akkor hét után nekiállunk kitölteni, jó? Jó sok kérdés. Meglátjuk, hogy, mert hogy nekem volt illemórám, pont az előbb mondtam el általános iskolában. Hát akkor illik neked jól teljesíteni ezen az illemtesztet. Meglátjuk, hogy én mire emlékszem. Remélem, hogy a hallgatók töltik majd velünk ezt a tesztet, meg hogyha bokros teendőid engedik hanga, akkor téged is várunk de majd ide. De a gyerekeknek szól, nem? Ez az illem téma. Most. Hát de ahhoz, hogy a gyerekeket meg tudjuk tanítani, vagy meg tudtam, de ahhoz neked is tudni kell. Hét után jövünk ezzel a nagy illemtesztel, meg Afrojack dalával, és itt lesz a Just a Heavy Tall.
ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek, Pincés Marianna. Hello, és Balog István Vilmos itt a stúdióban. Jaj, várja, illedelmesen köszöntöm neked? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Na ma reggel kiderül, szerintem hamarosan kiderül ez is. Ahogy ígértük, jön a nagy illemteszt nem sokára, de előtte itt van Afrojack és a Used to Have It All. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig ma, és a Vekkerrel segítünk mindenkinek magához térni. Hello, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! És jó Vekkert mindenkinek! És jó étvágyat, hogyha esetleg most a reggelin van a sor. Nézzünk rá az utakra, van egy kérdésünk, mi újság a Kossuth-Burgundia kereszteződésben, ott nem olyan régen még nem működtek a jelzőlámpák. Aki éppen arra jár, az küldhetne nekünk egy kis helyzetjelentést, hogy most mi a helyzet, változott-e valami. Aztán pedig... A trafik is illedelmesen dolgoznak. Debrecen és Létavértes között, illetve Berettyóújfalon a Királyhágó utcán jelentettek trafikat. Jó utat! A közlekedési hírek támogatója a Tokai Kertészet. A minőségi virágok értékesítője. Ez pedig itt még mindig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert még egyszer mindenkinek. Na, hát egy kicsit elfilozofálgattunk már itt az előbb azon, hogy kinek a hibája az, hogyha tényleg úgy van, hogy a gyerekek nem ismerik manapság az illemszabályokat. Hát nagyjából egyetértettünk abban, hogy lehet itt kiindulni abból, hogy jaj, ezek a mai fiatalok, de hát azért az mégiscsak a felnőttek felelőssége, mert ők nevelték ugye, őket ilyenné. Igen, arról is vitázni, hogy akkor mi az illem. Nem? Mert nem biztos, hogy ami számodra illedelmes, a számomra is, az ugyanez fordítva. Egyrésztről, másrésztről mennyi egymásnak ellentmondó illemszabályt ismerünk? Abszolút. Például a férfinak a nő melyik oldalán kell mennie? A bal oldalán. Vagy a jobb oldalán. De miért? Mind a kettőre van magyarázott. Uh-huh. Aki várja, hogy van? Tehát amikor a nő a jobb oldaladon megy, vagy nekem a jobb oldalamon megy, akkor annak az az egyik magyarázata, hogy azért kell, hogy a nő a jobb oldalon menjen, mert a régi időkben, ha megtámadtak és előrántottad a kardodat, akkor az bal oldalon rántottad elő. Igen. Ha pont azon az oldalon lett volna a szíved hölgye, akkor pont ketté vágod, ahogy kirántod a kardot a hüvelyéből. Viszont ugye van másik magyarázat, hogy a kutyákat sétáltatjuk balról, tehát hogy ezért nem menjenek a hölgyek balról. Igen, de ugye ez országonként, meg kultúránként, meg vallásonként is változik, és például a finnek nem kívánnak a terített asztalnál jó étvágyat. Hát hol kívánnak akkor jó étvágyat? Hát nem kívánnak jó étvágyat. És most akkor azt mondod, hogy ez illetlen? Ő hát, abban a kultúrában nevelkedett, hogy hát ez... Hát pedig, amit a finnek esznek, a nyers sós hering, ahhoz azért kéne kívánni jó étvágyat. Tehát vagy például... Ahhoz kell a jó étvágy, hogy azt megedd. A japán férfiak például nem engedik előre a hölgyeket. Sőt, egyébként ők simán előre mennek ott náluk, az illedelmes, hogyha bárhová belépnek, akkor a férfiak mennek, hogyha bármi baj van. Az első pofont. Igen. Igen. Uh-huh. Náluk, hát itt is így van. Hát hogy én azért lehet kikérném magamnak, hogyha pofátlanul bemenne előttem egy férfi. Hát ne haragudj, nyilvános helyen ez az illemszabály. Tehát étterembe, hogyha bemész egy férfival, akkor a férfinak kell előre mennie. De csak addig, míg kinyitja az ajtót. És aztán a nő megy. Na látod, ezt is különbözőféleképpen tudjuk, mert én meg úgy tudom, hogy pont ezért, amiért valószínűleg a japánok is a férfiakat engedik előre, hogy az első pofon te kapd tulajdonképpen, mármint hogy a férfi. Hát igen, de kinyitod az ajtót, megkapod a pofont, és aztán előre engedsz engem. Rögtön pofon. Hogy én hadd válaszok asztalt. Rögtön pofon vágom magamat az ajtóval, tehát úgy kellene akkor kezdeni. És meg is vagyunk. Figyelj, van egy teszt, ami azonnal meg is mondja, hogy jó választ adunk-e. Találtam a neten rengeteg kérdés, vannak benne könnyebbek, triviálisabbak, és vannak benne olyanok, amiket szerintem nem fogunk tudni. Kezdjük el ezt kitölteni, és akkor nagyjából rájövünk a végére, hogy mennyire vagyunk mi illedelmesek. Jó, és hogyha a hallgatóinknak van idejük így reggel, akkor ők is gondolkodjanak velünk, és próbáljuk együtt megfejteni ezt a nagy illemtesztet. Ma illedelmesen leteszteljük, hogy mennyire ismerjük az illemszabályokat, jó? Na figyelj, jön az első kérdés, ez szerintem rögtön beugratós. Hasonló korú férfi és nő együtt lépcsőznek, de nem férnek el egymás mellett. Uh-huh. Mi a sorrend? Felfelé és lefelé is a férfi megy elől. Felfelé és lefelé is a nő megy elől. Felfelé a férfi megy elől, lefelé a nő. Felfelé a nő megy elől, lefelé a férfi. Júj. Hát, mivel nagyon sok férfinek a fenék a fétise, én rosszul érezném magam, hogyha akár fölfelé, akár lefelé is, én mennék elől. Tehát biztosan magam elé engedném a férfit, de ezt nem tudom, hogy illemből tenném-e, vagy inkább azért, hogy elkerüljem ezt a problémát, hogy nézegessen a fenekemet. Ezt én is így tudom, hogy mindig a férfinak kell elől mennie, lépcsőn, hogy ne nézegesse a nő fenekét. Így van, pontosan.
Akkor jelöljük meg azt a választ, hogy... Én azt mondanám, hogy fölfelé is és lefelé is a férfi menjen elő. Felfelé és lefelé is a férfi megy elő. Aki gyorsan tud nekünk tippet küldeni mondjuk Viberen, az megteheti, és akkor meglátjuk, hogy a hallgatóink mit De akkor mondanak. Nevezzük el, hogy A, B, C, D, vagy 1, 2, 3, 4. Ugye mi arra tippelünk, hogy felfelé és lefelé is a férfi megy elő. Jelöljük meg. Mit mond a teszt? Hamis. Felfelé a nő megy elő, lefelé a férfi. Hát és ebben mi a logika? Az, hogy fölfelé én nézem a te feneked, lefelé te nézem az én pompás ácsomat. Oké, okay. És akkor 50-50. Hú. És akkor mindenkinek jó egy picit? Hát én ebben a helyzetben, de én illetlen lennék. Mész, akkor sokkal inkább látod a feneket totáplában, ha lefelé mész, akkor annyira nem, akkor inkább a hátát és a vállát látod. Mi megoldjuk, hogy azt akkor is lássuk. De látod, van logika, mert mi meg inkább szívesen nézzük a ti vállatokat, a daliás vállatokat és hátatokat. Szerintem ez rendben van ez a válasz. Hát én itt inkább az illetlenséget választanám, és előre mennék a nő előtt a lépcsőn minden helyzetben. Szerintem azért az elegánsabb, nem? Szerintem is. Hát én is azt mondtam. Eleve a férfi megy elől mindenhol. Nem igaz. Hát most beszéltük meg, hogy ilyen nem, helyeken. Nem, csak mi kinyitod az ajtót. De lépcsőházan a sorajtó. Na jó, hát ezen végül is elbuktunk. Azt mondja, ha pincér vezeti az étteremben a párt, kiköveti őt a sorban. Tehát bemegyünk egy étterembe, elől megy a pincér. Igen. Mi a további sorrend? Hát én most visszakanyarodnék oda, hogy aztán a nő és aztán a férfi. Hát én még azt mondom, viszont... hogy alapból egymás mellett mennénk. Hát mondjuk ott az asztalok között így bravúrozni, nem tudom mennyi hely van. Tehát ott inkább libasorban szoktuk közlekedni, nem? Hát én előre engedem a nőt, mégse ő zárja a sort, ott egyedül kullog a sor végén. Pontosan. Hogy néz ki? Tehát akkor a férfi elől ugyanúgy? Tehát nem pincér, nő, és utána a férfi. Pincér, férfi, nő, ezt írja nekünk Keca is. Tehát akkor, nem, várj, Kec azt írja, hogy nem, a pincér, utána a férfi, és a nő hátul egyedül kullog. Nem, hát a nő szerintem középen kell, hogy szerintem is, szerintem mint is. A szendvicsnek középen. Na, témánál vagyunk. Akkor jelöljük meg, hogy mi a nőre tippelünk. Igen! Szuki. Ezt kilogikáztuk. Hát elég hülyén nézve ki, hogy elől megy a két férfi, és akkor mögötte meg a nő ott kullog, nagy magányos, az lehet, hogy elhagyjuk a második asztalnál, utána megkereshetjük. Vagy a nő lép félre? Keca írja, hogy ő ezt bukta. Igen, nem baj. Ma reggel is tanultunk valamit. Azt mondja, az első kérdésre írja Andi, ha leesne a nő, a férfira esik. Elvileg ez a jó, én így tudom. Van benne logika. Tényleg. Elkaptál? Aztán várjál, azért, hát lehet, hogy még löknék is. Azért kell felfele a nőnek menni elől, mert ha rálép a szoknyára, akkor a férfi elkapja lefelé, akkor is felülről tudja segíteni. Ó, de hát manapság ezek a mini szoknyákban, hát hol lépsz te erre rá? Maximum direkt ledobod. És akkor lefelé is, hogyha véletlenül a magas sarkuban megbotlasz, akkor te elkapsz, ugye? Mert igen, rád fogok esni. Maximum ketten zuhanunk tovább. Írj is még valaki, hogyha a hölgy legurul, el tudja kapni a férfi. Látod, hogy sokkal illedelmesebbek a hallgatóink, mint mi? Jobban tudják a válaszokat. Én meg rögtön a fenék bámulásra asszociáltam. Én is. Na, még egyet nézzük már meg. Már ismerlek titeket, férfiakat. Nézzük meg még egyet, ez most nem férfi-nő viszony. Ki köszön a másiknak előre? Tehát amikor belépsz egy helyiségbe, ki köszön a másiknak előre? Uh-huh. Az, aki már bent van, vagy az, aki éppen belép? Hát aki bent van. Ő üdvözli azt, aki belép a terembe. Hát szerintem meg nem. Miért? Hát én bemegyek valahova, akkor én köszönök, én akarok ott valamit. Keca is azt írja, hogy aki belép. Én akarok ott valamit, én lépek be a te lakásodba. Most én azon gondolkozok, hogyha én lent vagyok a boltban, a másik munkahelyemen, és bejön egy vevő, nekem az az első, hogy felpattanok, és udvariasan, illedelmesen köszönök neki, hogy jó napot kívánok. Az egy másik helyzet szerintem. Mert, mert ott a pénzét akarod, azért vagy vele ennyire előzékeny. Én nem akarom a pénzét, nem, egyáltalán. Én úgy gondolom, hogy az az én kis szemétdombom, értsd jól idézőjelben, és én üdvözlöm azt abban a térben, ahová ő belép, és amikor, miután én üdvözlöm, akkor ő válaszol, és meg mondja, hogy mit szeretne. Na nézzük. Na jó, meg. Én azt mondom, hogy az köszön előre, aki belép. Én meg azt, hogy a bent lévő. A belépő köszön előre. Akkor én túl illedelmes vagyok? Rosszul értelmezed. Hát. Szerintem inkább csak erről van szó. Jó, és rengeteg érdekes kérdés még. Folytatjuk ezekkel, jó? Jövünk vissza a nagy illentesztet, folytatjuk hát hamarosan. Eddig nem nagyon remekelünk. És várják közben a hallgatóinktól is kapunk kérdést, illemkérdést. Na akkor ezeket is megpróbáljuk meg megfejteni, jó? Jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a nagy tesztet. Előtte viszont itt van Shaggy, és az itt Wasn't Me. Hallgatni jó. Debrecen Rádió.
Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Wecker. Hello, jó reggelt mindenkinek. Nem sokára már 7:30 lesz, ébresztő. A mai Wecker kellős közepén vagyunk, hamarosan jönnek a 7:30-as hírek, itt van velünk Hanga megint. Hello, jó reggelt neked is. Na, örülök neki, mert a hallgatóink is bekapcsolódtak itt az illemszabályokba, és kaptunk hozzászólásokat, meg kérdéseket is, jó? Most egy kicsit szorít bennünket az idő, úgyhogy fejtsünk meg egy-két kérdést akkor, amit a hallgatóinktól kaptunk, mit szóltok hozzájuk. Jó? Hanga, hogy állsz illemszabályokkal? Hát majd meglátjuk. Kiderül mindjárt. Azt mondja, Amaru írja neked, Marci, hogy a vendéglátásban köszön előbb az alkalmazott, de a normál életben aki érkezik, szerintem. Uh-huh. Hát én konkrétan nem vendéglátásban dolgozom, úgyhogy akkor... Hát de akkor mondjuk, hogy kereskedelemben. Hát nyilvánvalóan te köszönsz. Tehát ott ugye az a szabály, hogy az eladó az előzékenyebb. Igen, én is így gondoltam, hogy üdvözlöm mindenképp az ügyfelet, hogyha bejön hozzánk. De nagyon sokszor ez egyébként egy időben történik, tehát hogy gyakorlatilag egyszerre köszönünk egymásnak. Aztán Keca írja, kimutatkozik be telefonon először, aki hív, vagy akit hívtak? Hát eleve, ha felveszed, akkor sokszor úgy mutatkozol be, hogy Debrecen Rádió FM 95. Tehát mondjuk egy hivatalos helyen, igen, ott úgy veszed fel, mert tudod, az a protokoll. Hát, de viszont legtöbben, hát nem is tudom. De úgy veszed fel a telefont, hogy halló? Nem, de tudják, hogy engem hívnak. Tehát nyilván én azt feltételezem, hogy azért hívnak engem, mert tudják, kit hívnak. Igen, és akkor az mutatkozik be, aki... Nyilván a rádióban úgy veszem fel, hogy Rádió FM 95, mert hogy... Bár igen, tehát hogy akkor is na, tudja, nekem hogy... Na mi veszük fel a telefon, nem tehát. De nem hát van még egy pár telefon itt a szerkesztőségben. Azt mondja Keca, hogy akit hívtak, az mutatkozik be először. Hát úgy veszed fel a telefont, igen, mondtam, hogy halló. Igen, tehát nekem ez evidens. Nyilván ez már mi most leegyszerűsítjük, tehát tudom, hogy engem hívnak, ezért mondom csak úgy, hogy halló, de az szerintem nem illendő. Manapság ennek már nincs jelentősége, amióta a hívószám kijelzés van, ezért szerintem. Ezért mondom, hogy ezt már mi tudjuk, igazából... hogy aki engem hív, az tudja, hogy engem hív. De ha ismeretlen de... szám hív, akkor hogy veszed fel, hogy igen, tessék? Én akkor fel sem veszem. Nem, felvettem az ismeretlen. Ha nincs hívószám, azt viszont nem. Na, azért nagyon mérges vagyok. Gyili, te hogy veszed fel? Én tessék, úgy, Balog, én úgy, hogy haló. Haló? Én is. De ez inkább ilyen óvatosság, mert annyi furcsa helyről hívják az embert, mindenféle persze, ajánlatokkal, meg, és akkor inkább majd csak akkor mondom el a nevemet, amikor biztos vagyok abban, hogy tényleg akarom, hogy ő tudja, hogy én ki vagyok. Na, pont ez már inkább ha nincs hívószám, akkor sokszor egyébként fel sem veszem. Ha van hívószám, de nem ismerem, akkor bemutatkozom. Hát, ha meg mondjuk Vili hív, akkor eleve egy különleges stílusban veszem fel a telefont, de te szerintem mindenkinél egyénre szabott. Azt mondja, az illem nem arról szól, hogy mit néz a férfi, hanem a nő védelméről, óvásáról. Legalább nem utassátok ki a butaságotokat, írja valaki hát a lépcsős testhez. Ez csak egy kis poén volt. De ezt nagy, nem, és mások is írják, hogy a lépcsős test hibás, a jó válasz felfele a férfi, nő, lefele, nő, férfi. Ismereteim szerint a fenikfét is miatt. Üdv, begyó. Igen, hogy van ilyen változat, és pont erről beszéltünk, hogy többféle illemszabály van, néha egymásnak ellentmondóak is. Meg egy picit hadd védjem meg magunkat, egyébként nyilván a ruházkodás is változott az évek alatt. Tehát régen még esetleg volt egy bőszoknya, nem? Van, addig most a lányok esetleg rövid nadrágban vannak, miniszoknyában vannak, és valóban előjön ez a fenékfét is, igen, kérdés. De engem is feszélyez. És mind a ketten rosszul ér, vagy hát a férfi nem érzi rosszul magát, de a nő, hát attól függ, hogy mit lát. A nő szerintem abszolút rosszul érzi magát. Igen. Tehát, igen, tehát ez is változhat az évek alatt. Én megértem azt, hogy a nő óvásáról van szó, és ezt az álláspontot is abszolút megértem, de hogy szerintem már most egy picit máshogyan kell hozzáállnunk ehhez, nyilván a dologhoz. Kell hozzáállni, kinek mennyire kellemetlen ez a dolog. Hát ugye ezt pont az előbb beszéltük meg, hogy melyik oldalon megy a nő. Van olyan, aki azt mondja, hogy jobb oldalon, van olyan illemszabály, azt mondja, hogy bal oldalon, és mind a kettőre van magyarázat egyébként. Igen, meg egyébként ez attól is függ, mennyire rohansz. Most az jutott eszembe, mikor a kollégákkal megyünk, ugye a tévés kollégákkal forgatni, mindig kinyitják nekem az ajtót, mikor beülök a kocsiba, de hogy siessünk, haladjunk, nem kell, tényleg nagyon édesek vagytok, csak szaladjunk, úgyhogy mindenki intézze a saját dolgát. Azért mondom, hogy attól még ő tudja, hogy mi az illem. Na, rengeteg érdekes kérdést kaptunk a hallgatóinktól, és meg ez a teszt is folytatódik még, úgyhogy a hírek után jövünk még vissza ezzel, jó? Most hírek Hangával, aztán pedig Rúzsa Magdé. Yeah! Jó reggelt mindenkinek! 4 perc múlva lesz 3:48, ez pedig itt jó a Wecker. Reggelt. Ébresztő és jó Weckert mindenkinek, aki velünk van. 0620-95-95-395 az SMS és Viber számunk. Kapjuk folyamatosan az üzeneteket. Nézzünk egyet-kettőt. Sziasztok! A Kuruc utca nevű 25Y buszmegállóban hagyta valaki a torna felszerelését, meg ruha is volt egy fehér szatyorban. A megálló a Vámospércsi úttól a Budai Nagyontal felé jobb oldalon van.
valakinek ez nyilván nagyon hiányzik, de ez a valaki meg már valószínűleg az iskolapadban ül, és nagyon keresi ezt a tornazsákot. Hát akkor egy rendes tornazsák várja a rendetlen gazdáját, reméljük hallotta az, klasszikus aki... történet. Hol a tornazsák fiam? Már megint hol a tornazsák fiam? Én olyan különböző helyeken hagytam el, hogy lehetetlen. Hát minden, az nem is diák, aki nem hagyott el egy-két tornazsákat szerintem. Na, aztán központi kérdés lett itt a Lipcsőn fölleközlekedés. Ez a két iskola van, amit mi is megbeszéltünk, hogy van, aki arra esküszik, hogy a férfinak úgy kell helyezkednie a lépcsőnél, hogyha esetleg a hölgy elesik, akkor el tudja őt kapni, segíteni tudjon neki. A másik iskola pedig azt mondja, hogy inkább úgy kell a férfinak helyezkednie, hogy ne bámulja a lépcsőn felfelé-lefelé mellett a nőnek a hátsúlyát. Menjünk egymás mellett, jó? És akkor abból nem lesz baj. Hát ha elférünk egymás mellett. Ha elférünk, hát igen. Nyilván nem a mindenetre gondolok. Nem fogunk tudni ebben igazságot tenni, azt kell mondjam. És nem is baj, nem is kell igazságot tenni ebben. Én azt mondom, hogy leginkább a helyzet adja. Én tudom, hogy te melyiket választanád. Hát attól függ ki, aki előttem megy. Na, azt mondja, Dobó István mondta Egerben, aki jön, az mondja először jó napot, írja nekünk Feri a köszönéshez. De ezt az illemszabály is így mondja. Kata pedig még itt a lépcsőre hajazva írja nekünk, hogy nos igen, engem is zavart, mikor a medencéből kiváztam, és egy srác előre engedett. Ugye? Hát ugye? Ugyanaz a történet. Szerintem is kellemetlen, igen. 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 Na, nézzük még egy-két illemszabályt, jó? Folytassuk a tesztet. Nem, mint hogyha eddig olyan sikeresek lettünk volna benne. Ez nagyon nehéz, szerintem ezt nem fogjuk tudni megfejteni. Étteremben leüléskor hogyan történik a helyválasztás? Először a hölgy választ helyet, utána a férfi úgy ül le, hogy a hölgy az ő balján legyen. Először a hölgy választ helyet, utána a férfi úgy ül le, hogy a hölgy az ő jobbján legyen. A férfi választ helyet a nőnek, leülteti, és utána odaül, ahova akar. Tehát akár egy másik asztalhoz is, hogy úgy esik jól. A vége viszont nem tetszik. Én azt gondoltam, hogy a férfi választ helyet kihúzza a széket a hölgynek, a hölgy leül, és aztán én azt gondolom, hogy a bal oldalára kellene ülnie, de most az, hogy utána odaül, ahova akar, hát mondjuk akár szembe is ülhet. Én azt mondanám, hogy a férfi választ helyet, te. A férfi választ helyet a nőnek. Mi volt az első kettő? Tehát a nő kiválasztja? Tehát van olyan lehetőség, hogy a hölgy választ egy helyet, és a férfi a bal oldalára ül, a férfi a jobb oldalára ül, vagy a férfi választ helyet a nőnek. Én már csak abból indultam ki, hogy elvileg a férfi húzza ki a széket a nőnek, és ezért gondoltam, hogy tehát nem megvárod azt, míg a nő kiválasztja, esetleg hezitál, de már látod a szándékát, hogy na talán ezt a széket választja, és akkor most már kihúzod alóla? Érted? Tehát én ezért gondoltam, igen, hogy akkor... elegánsabb megoldás az, hogyha a férfi választ. Hát igen, tehát férfiasan oda megy, de hát nem tudom. Tehát, én sem tudom, ezt nem tudom, fogalmam sincs. Én azt mondanám, hogy a férfi választ helyett, aztán majd lehet, hogy kiderül, hogy... Ha legyen akkor ez, igen. Ez tűnik így, ezek alapján a leglogikusabbnak, aztán majd meglátjuk. Nem. Először a hölgy választ helyett, utána a férfi úgy ül le, hogy a hölgy az ő jobbján legyen. Hát ez szerintem akkor annyira nem egyértelmű. Nem ülünk szembe a hölgyel például? Na ez is jó kérdés. Ezek szerint? Tehát először a hölgy választ helyet, utána a férfi úgy ül le, hogy a hölgy az ő jobbján legyen. Mondjuk, erről fogalmam se volt. Én jobban érezném magam, hogyha szemben ülnénk. Nem? Hát praktikusabb mondjuk beszélgetés szempontjából. Főleg, hogyha tényleg, ha csak ketten vagyunk, nem egy nagy asztali társaságnál, hanem ketten elmegyünk ebédelni, vacsorázni, akkor szerintem praktikusabb igen, meg jobb, igen. De ezt mondja ezek szerint az illem. Ha egy férfi mögött egy nő áll a sorban, illik őt előre engednie? Én nem tudom. Én szépen türelmesen mindig kivárom a soromat. Soha nem volt elvárás az, hogy bárki engem előre engedjen. Tehát ha egy férfi mögött egy nő áll a sorban, hát hogy az a kérdés, hogy illik-e? Hát én értem. Illeni biztos, hogy illik. Nem illetlenség őt előre engedni. De most a sor is egy elég, hogy is mondjam neked, egy elég szubjektív dolog. Most az lehet, hogy ketten álltok a sorban, és akkor illedelmesen előre enged, de hogyha van egy 15 emberből álló sor, akkor minden nőt magad elé engedsz? Tehát érted? Nem egyértelmű itt a hát, sor. Az a kérdés, hogy illik-e. Az a kérdés, hogy illik-e. Szerintem... Hogy nem illetlenség előre engedni, az szerintem biztos. Úgyhogy jelöljük meg szerintem azt, hogy igen. Hát jó. Aztán meglátjuk. Nem. Nem. Látod, én erre gondoltam, csak aztán nem álltam. Illetlenség előre engednem téged egy sorban. Nem tudom, mondom. Ez nagyon érdekes kérdés. Mondom, itt nekem a sor sem egyértelmű.
Kata írja, azt tudom, hogy a férfinak akkor illik leülni, amikor a nő már leült. Igen, mégis mindegyik válasz lehetőség ezt mondta, hogy először a nő ül le, az egyértelmű volt, csak az nem mindegy, hogy hogyan és hová. Repülőgépen szokás-e borravalót adni az ételt, italt felszolgáló személyzetnek? Csak akkor, ha azt külön rendeljük? Nem? Igen. Repülőgépen, tehát a stewardessnek adsz-e, csúsztatsz-e a zsebébe egy kis pénzt? Nem is emlékszem rá, hogy bármikor valaha is fizettem a repülőn. A fapadosokon ez most nem nagyon kérdés. Mert ott nincs. Igen, igen. Hát, ezzel meglőtt. Szerintem nem. Hát, lehet. Szerintem nem. Talán. Igen! Mármint, hogy igen, nem. Tehát, hogy nem a jó válasz, nem mindig. Jó, ezt eltaláltuk. Oké. Igen, az, hogy nagyon hülyén néz neki. Hogy ott belecsúsztat, hova teszi például a kis kosztümjének a zsebébe, dugja a melltartójába. Tehát, hogy eleve a helyzet maga nagyon kínos. Miért egy pincérnő, hogy van felöltözve? Hát egy pincérnő, az fel van készülve arra, hogy ő pénzt vesz át a vendégtől. Hát a stewardess is pénzt vesz át a vendégtől. Nem csak annyira jellemző szerintem. Most a zsebre dugja, vagy mit csinál vele. Na, még egyet nézzünk meg. Cigarettázásnál az étteremben véletlenül az asztalra hamusztunk. Mi a legidálisabb megoldás? Hát ez még nem aktuális. Hogy lehet véletlenül. De ez már most nem aktuális, mert étteremben már most nem nagyon lehet dohányozni. Igen, igen. De azért nézzük meg. Tehát az asztalra hamuzunk véletlenül, mi a legidálisabb megoldás? Félbehajtott nedves szalvétával lefucolni a hamut. Úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Szólni a pincérnek, elnézést kérni, ő majd eltakarítja a piszkot. Hát én mindenképp szólnék a pincérnek, bár nem dohányzom. Te hát szerintem is, én is azt csinálom, mert nem kezdem el ott a... Na, akkor jelöljük meg. Nem! Nem? Úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Annyiból van benne logika, hogy nem szabad az étteremben dohányozni, tehát akkor nem hívott fel a figyelmet még ezzel is arra, hogy megszegtél egy szabályt. Hát én ezzel szembe mennék. Hát én is inkább vagy megpróbálnám ott letakarítani. Hát vagy nem. Vagy átülnék egy másik asztalhoz. Ez lehet még. Várj, közben kaptunk egy kérdést, ami ide passzol, Kecától. Adsz-e borravalót a pincérnek, ha van szervizdíj az étteremben? Hú, én igen. Ezen pont a múltkor filozofálgattam. Én igen. Egyszerűen megint csak az illendőség miatt, hogy így neveltek. Hát jogos, hát az is jogos teljesen. Nagyon rossz érzéssel nem. Tehát nagyon rossz érzéssel nem adok neki. Mert benne van, ott van benne a szervizdíj, az hát tulajdonképpen... Igen, én értem, de hogyha ez benned magadban rossz érzést okoz, akkor miért nem segítesz a saját lelkeden azzal, hogy még egy picit megtolod? Mert kétszer adok neki, akkor borravalót? Na várjál, jön a válasz, Keca éppen ír, ezt megvárjuk még, aztán utána megyünk tovább. Jó, most nem azt mondom, hogy plusz, nem tudom, 1000 forintot, de én még valamennyivel azért megtoldom. A szervizdíj nem biztos, hogy a személyzeté, kérdez rá. Erre egy külön rá kell kérdezni. Érdekes, de jó megoldás egyébként. Csak erre egy élelmes pincér mit válaszol? Aha. Hát érdekes kérdés, igen. Ez egy nagy probléma mostában, szerintem ezzel sokan bajban vannak, hogy ilyenkor... Lehet, hogy vendéglátásban dolgozik, Keca? Lehet, könnyen lehet, azért van tisztában az illemszabályokkal. Jó, köszönjük szépen, vannak még itt kérdések, a tesztet is folytatjuk nem sokára, és folytatjuk nem sokára a Hurrá nyaralunk játékot is. Aki még esetleg nem tudja, hogy miről van szó, az most figyeljen. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. 8 óra lesz, mindjárt nézzünk rá az utakra. Jó reggelt, Balmazújváros előtt a trafó állomásnál háromlábú. Üdv, Jani, köszönjük szépen. És valaki a vonal végén is itt van velünk. Jó reggelt, Jánik János vagyok a Balmazújvárosi útról. A keleti után a háromlábú várja az arra közlekedőket. Köszönjük szépen, tehát két különböző János ugyanazzal a trafibaxszal. Hát a trafik tudják a szabályokat, úgyhogy tartsák be önök is. Meg jó a Jánosok utat. Is ezek szerint tudják, hogy hívni kell bennünket, hogyha valamit látnak útközben. 0620 95 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
szabályokkal, de előtte hírek hangával, aztán pedig itt van Király Viktor, Majka és Curtis, és a hatodik emelet. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt, itt van Pince és Marian. És Balogh István Vilmos, jó reggelt mindenkinek. Jön Majka, Curtis és Király Viktor közös dala a hatodik emelet. Megyünk fel a hatodik emeletre, tehát akkor én megyek mögötted, ugye? Van, hogy el tudjalak kapni, hogyha véletlenül leesnél. És lefelé is te mész előttem, hogyha esek, akkor rád zuhannyak. Vagy fordítva, mert van, aki pont fordítva mondja. Na, jövünk még vissza az illemszabályokkal. Jó reggelt mindenkinek. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió. It was almost love.
It was almost like... Benne pedig a Wecker. Hello, jó reggelt és jó Weckert mindenkinek. Szép jó reggelt mindenkinek. 3 perc múlva 4:09 lesz. Hangának és jó reggelt. Szia. Jó reggelt mindenkinek. Azon gondoltam, hogy beszélgetünk itt az illemszabályokról, és én nagyon illedelmesen átintegettem most neked a másik stúdióba, hogy gyere! Igen, én meg telefont nyomkodva ültem be. Sajnos ez a mai világ ilyen. Beszéljünk komolyabb dolgokról. Jött egy nagyon érdekes üzenet, azt írja valaki, hogy sziasztok, a 42-esen Bihar keresztes előtt hosszú kocsi sor, nem tudjuk, mi miatt áll a forgalom. Mi már tudjuk, után kérdeztünk a rendőrségnél. Két román kamion ütközött ott össze, félpályás útzárás van ezért ott jelen pillanatban, de a rendőrség szóvivője szerint pár percen belül helyreáll a rend. Gyorsan leviszik onnan a két összeütközött kamion. Szerencsére senki nem sérült meg, tehát csak anyagi káros balesetről van szó. Emiatt van tehát akkor torlódás a 42-esen jelen pillanatban Bihar keresztes térségénél. Jó utat, balesetmentes közlekedést, tényleg balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Na, egy kicsit itt a szervizdíj meg a borra való kérdésén akadtunk le az előbb. Írja nekünk valaki, aki azt mondja, hogy ő dolgozott vendéglátásban is. Voltam vendég olyan étteremben, ahol a fizettető pincérnek adott borra való a főnöké volt. Mivel mindig rákérdezek, a kiszolgáló pincérnek az asztalon hagytam a jattot. És igen, kérdezz rá, hogy kié a jatt. A pincér őszinte lesz, mert legközelebb is számítani fog rád, mint jattoló vendég. Ugye az volt a kérdés, hogyha benne van a szervizdíj a fizetendő összegben, akkor adsz-e borra valót. De ez nem kellemetlen, ez szerintem mind a két félnek olyan kellemetlen. De várjál, a másik oldalról pedig egy másik SMS. Sziasztok, jó reggelt! A NAV a szervizdíjat a borra való legalizálására találta ki. Általában a személyzet megkapja az áfával és a 15%-kal adóval, 15% adóval csökkentett részt, de ebből mindenki részesül a dolgozók közül meghatározott arányban. Üdv, Stevie kapitány! Általában. Tehát, hogy egy kis adócsalásra kérdezel rá tulajdonképpen, amikor megkérdezed tőle, hogy a szervizdíjon fölül adjak még egy kis... Nyilván, ez a kulcs szó az általában, tehát nyilván ezt nem tudhatod, hogy ott most ez... Igen, de a hallgató, aki pedig azt mondja, hogy dolgozott vendéglátásban, azt mondja, hogy ez a szokás, hát, hogy rákérdezel, hogy a szervizdíj a pincéréje, és ha nem. De ha meg nem a pincéréje, akkor mire fizetek szervizdíjat? Hát persze, hát azért mondom, hogy ez a szokás, hát ez olyan furcsa, hogy szokás, hát... Na igen, itt nem illemről, vagy... Van, akinek teljesen egyetemű, ugye? Van szervizdíj, nem fizetek borra valót. Most egy nyugdíjasra gondoljatok, hát... Szerintem ez már filozófiai kérdés, hogy a szervizdíjjal a kiszolgálást fizeted ki, hogy kihozta az ételt, a borra valóval pedig a kedvességet, az odafigyelést. Hát az evidens, nem? Hát az orvos is azért gyógyít, mert erre esküdött fel. Hát a vendéglátós meg kihozza az ételt, nem? Tehát, hogy az orvosok kérdése meg megint egy másik kérdés. Evidensnek kell, hogy érdekes kérdés, és nem tudom, hogy ezt elegánsan megoldani, hogy lehet. Hát akkor ezentúl megkérdezzük a szervizdíjat, tiétek, és azt mondja, hogy nem, akkor megvonjuk a vállunkat. Hát, nyilván mindenkire oda kell bízni szerintem is mindenkinek. Remélhetőleg a helyzet azért ezt meg igen. És a másik kérdés, amivel problémában voltam pont pár nappal ezelőtt, ha étteremben kártyával fizetsz, akkor hogy az borra valót? Az a legokosabb. De komolyan. Én külföldön is rendszeresen kártyát használok, akár az autópálya díjn fizető kapunán is, mert hogy akkor nem kell borra valót fizetni. Nem, hát most... De egy étteremben, akkor hogy az borra valót? Hát akkor még oda csúsztatsz egy ezrest? Hát az igen. Az megint olyan hülye helyzet, hát nem? Hát nem hülyébb, mint amikor rákérdezel. Hát az megint nálam, hülye helyzet. Nálam sokszor egyébként nincs is készpénz. Tehát, hogy én szerintem 80%-ban a kártyámmal fizetek. Mert téged meghívnak a férfiak. Nem azért. Nem. Úgyhogy... Tudjátok? Érdekes kérdés egyébként, de hogyha tényleg nincs nálam készpénz, akkor marad az, hogy csak a kártyával tudok fizetni. Hát a hallgatói akkor megfejtik vagyok. Ezt a kérdést szerintem nekünk mindjárt. Akkor vagyok még kellemetlen helyzetben, nem tudom, voltatok-e már így, mikor mondjuk tankolok. Bemegyek a shopba, fizetek a tankolásért, kimegyek, és jaj, olyan aktívan törlik a szélvédőmet, és nem pedig tudok előkotorni 100-200 forintot. Van mindig az autóban az ilyen itt-ott eldugott kis helyeken apró, pont emiatt, hogy esetleg, de valamikor nincs, és nézek rájuk, hogy hát, köszönöm, de bocs. Nagyon egyszerű, olyankor domész, megnézed a szélvédőt, és csóvalad a fél, tiszta mocsok. A viszontlátás. Na nézzük még a tesztből egy-két kérdést, jó? Figyelj, ez lányok, rátok vonatkozik. A helyzet úgy kívánja, hogy a nőnek illik elől mennie. Tehát mondjuk egy ajtónál. Igen. Illetve pont nem, mert azt pont most beszéltük meg, de hát valahol, ahol én előre engedlek titeket. Mi a teendőtök? Udvariasan megvárjátok, hogy a férfi előre tessékeljen, vagy nem vártok, hogy a férfi erre felkérjen, hanem mentek magatoktól előre. Vagy összeütköztök. Vagy összeütköztök, igen. Mind a kettő máshogy gondolja.
Tehát, hogy meg kell várnotok azt, hogy én előre tessék helyetek titeket, vagy automatikusan mentek előre. Nem ez automatikus. Szerintem ez automatikus, nem. Nagyjából a szándékon látszik, tehát hogyha neki szándéka van kinyitni az ajtót, akkor te azt már fogod látni. Hogyha nagyon totojázik, fogom, megyek előre. Alébb is lököm, hát nem. Nem tudom, ez egy előző téma volt, meg közben szerkesztettem a híreket. Ugye ez mikor van ez a helyzet, amikor belépsz egy, mondjuk egy vendéglátó helyre? Nem, azt megbeszéltük már, hogy akkor a férfi. De mondjuk vannak helyzetek, amikor előre engedjük a nőket. Hogy ti ezt akkor automatikusan tudjátok és mentek előre, vagy mi szerintem, elegánsabb az, hogy megvárjátok azt, hogy a férfi előre tessék. Én erre szavazok. Mint ahogy most is kiderül, hogy mindenki máshogyan gondolkozik körülbelül, nem tudhatod a szándékát, maximum tényleg látod azokban a pillanatokban, hogy merre halad, hogyan reagál, és hogyha ha ezt nem látod egyértelműen ezt a szándékot, akkor úgyis úgy mész, hogy a te fejed diktálja. Jó, én azt jelölném meg, hogy udvariasan várja meg a hölgy, amíg a férfi előre tessékeli. Nem pedig csörtet előre. Másik verzió? Hát, hogy nem várod meg. Na várjál, a helyes válasz. Nem várod meg. Nem várod meg. Itt a magyarázat is. Segítsük partnerünket. A nő adjon lehetőséget egyébként, hogy a férfi udvarias lehessen. Várja meg, hogy lesegítsék a kabátját például. Hát akkor ez ellentmondás. Ellentmondás, mert várja, azt mondja, hogy ne is. Hát ott állunk 10 percig adott esetben. Hát most... Aj, de nehéz illedelmesnek lenni. Illik-e az utcán cigarettázni? Igen, nem. Szerintem inkább gusztustalan, de ezt most nem tudom, hogy illik-e. Szállt, nem. Már most gyakorlatilag csak az utcán lehet. Ja, nyilván, de vannak erre kijelölt helyek. Igen, más, tehát de én úgy értettem, hogy közben sétálsz, és úgy. Ja, én amikor busszal jártam, és ott a busz megállóban egymás mellett pöfikelnek az emberek. És ott áll mellett két méterre. Mégis megteszed. Evés, tényleg, amikor te még magukban. Enni nem illik, ezt tudom, ez illemórára erre. De miért másabb egy dohányzás? Álljon meg a kijelölt helyre, és azt mondom, tehát nem illik. Szerintem az egyértelműen nem illik. Így van, nem illik utcán cigarettázni. Aztán teljesen életszerű helyzet. Egy magasrangú személynél tett látogatás tartalma fél óra. Ezt korábban megbeszéltük a titkársággal, tehát menjünk a pápához például, egy fél órára beülünk hozzá. Ennek letelt előtt pár perccel illik-e látogatóként kezdeményezni a búcsút? Igen, vagy nem, ez a látogatott dolga. Tehát megvan szabva, tehát, hogy finoman kidobhat-e téged hamarabb az, akihez látogat. Nem, azt mondja, hogy ennek nem. Letelte előtt. Tehát fél órát látogatóként kaptál. Látogatóként. Igen, tehát ezt kérdezem, hogy fél órát kaptál mondjuk az elnöktől, de már nincs miről beszélnetek. Már nincs miről beszélnetek 25 perc után. Akkor az illetetlenség elhatja, fölállsz, és azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, nem, Vladimir. Szerintem nem rabolom tovább az idejét. Vagy ezt neki kell jeleznie, ez a kérdés a másik félnek. A fél óra az inkább egy maximum időtartam, nem egy minimum időtartam. Igen, szerintem. Tehát az egy max fél óra. Szerintem, ha szerintem meg tudtátok beszélni, szerintem is 25 perc. De az nem modortalanság, hogy én, akit meglátogattál, jelzem finoman, hogy lassan menni kéne. Nem, tehát a látogató megy el hamarabb, nem jól értelmezted szerintem. De ez a kérdés, hogy kinek kell ezt kezdeményeznie, hogy a kijelölt idő előtt. Hát a látogatónak szerintem is. Igen? Hát igen. Na nézzük. Igen, a látogatónak. Igen. Ha megvan szabva, igen. Akkor egyértelmű. Igen, mert nyilván az elég nagy modortalanság, hogy én jelzem neked, hogy hát lassan menni kéne. Annyi dolgod azt azért van ne várjuk még. Meg, az azért kellemetlen. Nézzük még, azt mondja, hogy a bankkártyás témára írja Keca. A, KP-ként adsz borravalót, B, sok terminál esetében van egy tipsor, ahova beírhatod a borravaló összegét. Kérdezni nem kellemetlen, nem ciki, tisztázza a válasz a kérdőjelet. Orvos megműtés utána törődik veled, vagy sem? Megnéz naponta, vagy hagy a nővérekre? Hát ebben most nem menjünk bele, van ilyen is, olyan is. Tehát akkor kártyával is lehet borravalót adni. Lilla írja, a kártyáról is hozzáadják a borravalót ugyanúgy. Tehát azt mondom neki, hogy számolj rá még egy ezrest mondjuk, és akkor annyit üt be. És azt ő hogy számolja el? Hát ez az úgynevezett szervizdíj, akkor nem tudom. Hát igen. Mert ez hivatalosan benne van. Igen. Hogy ő a pénztárgépből hoz neked egy számlát, amin van mondjuk 5000 forint, és te azt mondod, hogy 6000-et fizetsz. Akkor az ezres mondjuk adózás szempontjából hol van? Azt lehet, hogy meg könyvelő magyarázni. De ez nekem ilyen megint nagyon furcsa kérdés. Akkor sem az ő zsebében adott. Aha, igen. Ugyanott vagyunk, hogy nem vagyok, nem lehetek benne biztos, hogy azt ő kapja. Valójában. Érdekes kérdés. Na, még egyet nézzünk meg a tesztből is, jó? Mikor illendő, hát ez sem nagyon életszerű már. Mikor illendő ismerősünket a lakásán hívni? Reggel 9 és este 9 között, reggel 10 és este 7 között, reggel 8 és este 8 között, reggel 9 és este 7 között. Hát mikor kinek van még egyáltalán? 1990-es. Pont most mondtam a szüleimnek, hogy kapcsoljuk ki a vezetékes telefon, mert semmi értelme, csak az ilyen marketinges reklámfogásokkal hívnak minket. Jó, de akkor
Hát ez már szerintem okafogyottál. Igen. Szerintem reggel 9 és este 7 között. Ez mindenki döntse el nyilván. Reggel 9, nem, kérlek szépen reggel. Érezni kell, ha valaki ezt nem érzi, akkor este 9-ig lehet hívni a lakást. Este 9-ig nyugodtan. Legfeljebb nem veszi fel. Én meg érdekes, hogy mindig attól függ, hogy éppen milyen évszakban vagyunk. Mert amikor már 5-kor sötét van, akkor már annyira olyan érzésem van, hogy este van. Köszönöm szépen, ezen vitatkoztunk ma reggel is, meg valamelyik reggel, és pont ezt mondtam, hogy hosszabbak a napok. Igen. És csöng a telefon 3-6-kor. Még szalonnát sütsz. Egyébként meg 4-kor megállt az élet egy hónappal ezelőtt. Igen. Tehát igen. Teljesen más. Végre valamivel egyetértek. Végre. Igen, pont erről beszéltünk valamelyik reggel. Összecsaptak itt a hullámot a fejem fölött. Na, folytassuk majd még ezt a tesztet, jó? De most dolgozzuk fel azokat, amiket most tanultunk. Jön a Fiesta, és az aki elmegy, ugye hazatér. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a szokásos Wecker 6-tól 10-ig. 5 perc múlva lesz 3-9. Jó reggelt és jó munkát és mindenkinek. És szokásos latinos hangulat. Hurrá, jó reggelt mindenkinek. Hurrá Wecker, és hurrá nyaralunk, mert ugye tegnap elindult az idei hurrá nyaralunk játék, amit tavaly is nagyon szerettek a hallgatóink. Az ajándék minden nap egy Hungary Card turizmus kártya, amit gyakorlatilag mindenhol föl lehet használni, ami nyaralás közben szóba jöhet. Éttermekben, szálláshelyeken, fesztiválokon, koncerteken, színházban, és meg ki tudja, hogy hol. Hogy lehet Hungary Card turizmus kártyával borravalót adni például? Ezt is megbeszélhetnénk ezt a kérdést. De most először jöjjön inkább a mai kérdés, amit meg kell válaszolni a hallgatóinknak. Beregyújfalu határában található a Herpályi templomrom, amely a 12. században épült. A két tornyú monumentális építmény a századok során szinte teljesen elpusztult. Ma már csak a déli torony látható, ami egy védett műemlék. És a kérdés így hangzik, hogyan nevezik Beregyújfalu határában a Herpályi toronyromot a helybeliek? A. Csonkatorony, B. Féltorony. Na, melyik a helyes válaszok? Jöhetnek a megfejtések a 0620-95-95-3-95-re, aztán délután 4 után gazdára talál a mai ajándék is. Mi pedig még mindig az illemszabályoknál vagyunk megakadva, hiszen erről kezdtünk el ma reggel beszélgetni, találtunk egy érdekes tesztet, és leteszteltük saját magunkat is a hallgatókkal együtt, hogy mennyire ismerjük az illemszabályokat. Itt van Hanga is, itt maradt a hírek után. Jó reggelt, jó reggelt még egyszer neked is. Na nézzük egy-két SMS-t, amik érdekeztek közben. Itt a borravaló kérdésével. Ha bár van az adóbevalláson sor a borravalónak, de szerintem ember még oda összeget nem írt. Nagyon valószínűleg tartom ezt én is. Ne sajnáljuk ezt a 6, jobb esetben 8 órás minimál bérrel bejelentett pincérektől. Sokan egyébként azt sem kapják meg. Ha ma csak egy ember fog jattot adni, aki eddig nem adott, vagy egy fogja megtudni, hogy a borra való a főnöki, már megérte. Mondanám, hogy szép napot, de ezt nem mindenki szereti. Így egy kis oldalvágásként, kedves hallgató, köszönjük szépen. Nem erről van szó, hogy sajnáljuk, de hogy is. Ezt nem is mondta senki, hanem egyszerűen a módján filozofálgattunk el, igen, hogyha mondjuk kártyával fizetsz, akkor hogy adod, vagy ha benne van a szervizdíj, akkor mi a helyzet. Igen, meg én tényleg a kis nyugdíjasokra gondoltam, akik mondjuk tényleg eljutnak végre oda, hogy megünnepelnek valamit egy étterembe, és ők teljesen elhiszik, hogy a szervizdíj az a pincéré lesz. Szerintem meg pont ők adnak, nem? Szerintem az utolsó fillérben is. Hát amúgy valószínű, igen, de ők meg vannak olyan naívak, hogy ezt amúgy elhiszik. Hát, de egyébként tényleg ők helyzeten adnak. Meg embere válogatja. Igen. Meg még a telefonáláshoz írta nekünk valaki, hogy 12 és 13 óra között ebédidőben nem illik hívni senkit. Húha! Ezt betartani a mai világban. Jó lenne, igen. Én így gondolkozom, igen, hogy mikor szoktam ebédelni, hát szerintem déltől 5-ig. Nem is szoktunk, tehát igazából nálunk nincs is ilyen, hogy ebédidő. Tehát nem, van az a munkakör, ahol ez csúszik. Meg ez az illemszava is már változott, csúszik. Mert most már nem neked kell nézni azt, hogy mikor illik valakit fölhívni, hanem neked kell figyelni azt, hogy mikor nem akarod, hogy zavarjanak, és akkor egyszerűen kikapcsolod a telefont. Ennyit, van megoldás. Tehát már most változott a világ, már most egyszerűen kikapcsolod a telefon, aztán csókolom. Hát csak kikapcsolja, azt nem szoktuk, inkább lenémítod. Ezt viszont ebből semmit nem észlel a másik, aki hív. Már aki, miért ne? Ebédidőben kikapcsolod a telefonodat. Nem feltétlenül ebédidőben, hanem úgy általában, hogy arról beszélgetünk, hogy mikor illik valakit hívni, meg mikor nem. Na nézzük még egy-két kérdést a tesztből, jó? Jó, ez nagyon könnyű, ezt tudni fogjuk. Ha névjegyet kapunk valakitől, el kell leolvasni. Elég rápillantani, nem, a másikra kell figyelni, ne is pillantsunk a lapra. Igen, figyelmesen olvassuk el. Igen, figyelmesen el kell olvasni. Ebben egészen biztos vagyok. Abban a pillanatban, mikor hát átveszed? Én nem olvasom. Én sem. Tehát eleve tudom, hogy kitől kapom. Pontosan. Most miért kell nekem azt tudni, hogy mik az elérhetőségei? Tehát nem fogom figyelmesen elolvasni. Azért, mert adott neked, 0620, azért, mert adott neked valamit, és azt illik megnézni.
De megnézem, tehát rápillantok, ó, köszönöm szépen. No, én úgy tudom, te hogy... ebben és ebben a titulusban is vagy, és kész, vége. Miért kell nekem az egészet végig bogarázni? Szerintem sem kell. Mert ezzel megtiszteled őt. De ezt egy beszélgetés megelőzi. Hangosan fel is olvassam, hogy tel2.0620234 e-mail, trallalala kukac. Igen. Én kezdve is azt írja, hogy igen, figyelmesen el kell olvasni, jelöljük meg, én is ezt jelölöm meg. Ú, de életlen vagyok. Helyes a válasz. Mármint ki? Igen, figyelmesen el kell olvasni. Mert megtiszteled azzal, ad neked valamit. Tulajdonképpen kvázi egy ajándékot ad. Uh-huh. Azt te megnézed szépen. Hát ezt nem ajándéknak mondanám, nem? Ez az ő előnye. Hogyha jó, figyelj, öcsi, el kell olvasni figyelmesen. Hátsó szándékból adja azt a névjegyet. Ismerjétek már el, hogy végre nekem volt igazam. Hát én nem mondom, én abszolút elismerem. De én szerintem ezek után sem tudom ezt alkalmazni. Akkor ezt mondjátok meg, tessék. Illetlen vagyok. Én is illetlen vagyok, hát sorry. Könyvet adunk ajándékba, de az árat rányomtatták a borítóra. Mit tegyünk? Hát az semmi. Én lehúzom. Várjál a válaszokat. Zseniális. Semmit, jó lesz az. Ez az állehetőség. Jó lesz. Tollal húzzuk ki. De az olyan csúnya, egy gyönyörű szép könyvön, hogyha belepirkálsz tollal. Akkor egyszerű fehér matricával lagasszuk le az adott részt. Kell oldani, vagy ne adjunk ilyen könyvet ajándékba. Jaj, hát olyan könyvet nem tudsz ajándékba. Én még mondanék egy ötödik megoldást ne is. Ne adj könyvet ajándékba. Írjunk rá egy sokkal nagyobb összeget. Ja. Hát az látszik. Én valamilyen módon eltüntetem. Hát nem tudom. Van olyan egyébként, hogy fekete. Hát aztán úgy is leveszi, hát az is olyan csúnya rajta. Akkoros filccel átírom, hogyha ez fekete alapon fehérrel van nyomtatva, akkor olyan szépen el lehet tüntetni. Hát szerintem. Azt se látja, hogy rá van írva, tehát nem is tűnik fel. Na mindegy, van megoldás. Én nekem ez a fehér matrica. Én biztos, hogy szerintem egy könyv annyira szép, minden könyvet úgy meg tudok csodálni, hogyha beszabadulok egy könyvesboltba, órákig ott tudok lenni, és akkor nem tudom. Legalább tudod, hogy nem adja tovább. Én arra szavaznék, hogy ne csináljunk vele semmit, de mivel hogy eleve a válasz így hangzik, hogy semmit jó lesz az, ezt kihúzhatjuk, hogy ezt valószínűleg poénból írták bele. Én az egyszerű fehér matricára szavazok ezek közül a lehetőségek közül. Én is. Akkor egyszerű fehér. Nem! Lehúzni? Semmi jó lesz az. Hát ezt a mindenit. Egy könyvben nem igen, szabad. Igen, nem rondítasz bele az ajándékba. Igen, végül is. Akkor a ruháról se veszed rá az átcédulát? Az más, hát abba... Azzal nem károsítod meg a ruhát. Így van, pontosan, de a könyv maga meg. Azt megrongálod. De ha egy fehér matricát ráteszek, azt is szépen el lehet húzni. Hát most meg. Hát nem biztos, hát a papírra ráragasztasz valami. Rongálod a könyvet. Jó, hát akkor rongálom a könyvet, de én nekem most rongálom meg most. Jó lesz semmi az. Semmi jó lesz az. Na, vegyen neked könyvet a hanga, van egy ilyen mondás. De nekem vehettek. Kecától kaptunk egy kérdést, ő nagyon éli ezt a játékot. Mit jelent, ha a munkahelyi asztalodon találsz egy olyan névjegyet, aminek a sarka be van hajtva, tehát szamárfüles? Hát miért kell azzal tenni valamit? Én sem tudom. Mikor hagytak utoljára szamárfüles névjegyet a asztalotokon? No? Egyébként ez önmagában olyan misztikus, nem? Hogy vár egy névjegykártya az asztalodon. Igen. Nem, hogyha még be van hajtva. Apró betűs, ezt csak a továbbtanulóknak kell tudniuk, gyerekek. Tényleg? Hát akkor mi maradunk. Az azt jelenti, hogy személyesen hagyták ott neked a névjegykártyát. Tehát az, nem aki... Nem mondod. Én nekem az teljesen azt jelentette volna, hogy az én táskám van az összegyűrözött, hogy olyan trehányú raktam bele. Nekem ugyanez jutott eszembe, csak már az övében. Igen. Ugyanez a kérdés, mit jelent, ha az autód oldalát meghúzták, és találsz egy ilyen névjegykártyát, az idegbajt, az leginkább idegbajt jelent. Na nézzük még egyet. Tortúrát. Várjál, nézzek valami, mert van még nagyon sok kérdés, és akkor valami finomat nézzünk. Azt mondja, hogy... Hát most illetlen vagy, Vili, hogy itt megvárakoztatsz. Igen. Igen, két nőt ráadásul egyszerre. Várjál, csak annyi jó kérdés van, és egy zárásként azt akarom, aki, ami úgy igazán jó. Na hát mi addig megreggelizünk. Na várjál, legyen akkor ez, amin el lehet. Hát legyen. Az ott bármit volt, az ott jó lesz. Figyelj, vendégségbe megyünk valakinek az otthonába. Vigyünk virágot? Inkább küldjünk? Ne, inkább csokoládét vigyünk? Igen, és adjuk át személyesen az érkezéskor. Hát ez nem egy olyan nehéz kérdés. Hát nem mindegy, hogy kihez mész szerintem. Hopp. Hát nyilván, igen. Arra gondolnak, most, hogyha barátodhoz átugrasz. Oda költöztek, új szomszéd, mit tudom én, biztos, vagy először jársz valahol, hát nekem az evidens. Annyi vendégségbe megyünk valakinek az otthonába. Én a virágot egyébként ünnepnapokra viszem. De miért pont virág? Valamit. Mert gondolom, hogy ezzel kapcsolatban van valami illemszabály. Hát akkor biztos az. Viszont hogyha költözik, akkor meg mondjuk jó oda plusz életet vinni, nem? Tehát a virág mondom, hogy ez helyzet adja.
A virág az egy élő lény, és az úgy betenni, hogy ha van mondjuk gyerek, akkor inkább neki visszel, és akkor nem sérted meg őket azzal, hogy hű, most ilyen nagy ajándékokkal beállítasz, és neki kellemetlen, de a gyerkőznek úgy is visszel valami. Ez nekem helyzet adja. Igen, és adjuk el személyesen az érkezéskor, nem? Szerintem akkor igen, ez a... Hát ne hívjuk semmiképp, igen. Nem! Azt a mi. Ha nem? Inkább küldjünk virágot. Ne. Küldjünk, és majd egyszerre érkezünk a futárra, vagy itt az indoklás. Nem jó senkinek, ha az érkezéskor kell a virággal, annak csomagolásával bajlódni. Inkább küldjünk. Én bajlódok szívesen. Hogy az a vendégség előtt pár órával érkezzen nekem meg. Nekem hozzatok. Hát, ha nem én bajlódok vele, akkor a futár fog vele bajlódni. Tehát de ő is megoldja ezt, mielőtt átadja. De azt a helyzetet akarja vele kikerülni, igen, hogy amikor belépsz, vagyunk, akkor ne az legyen, hogy jaj, most elszadok egy vázáért, meg jaj, van gombos tűt. Szerintem nincs ezzel gond egyébként. Én akkor nagyon mi betelik egy vázát gyorsan előhozni. Nekem hozzatok. Hát én készülök, megígérem, hogy készülök, hogy már ott lesz a váza. Na, hozzatok. Figyelj, hát akkor meg magadhoz. De figyelj, leülteted a vendégeket, és utána... És ott hagyod őket, mert elmész vázáért. Figyelj, amúgy nem mész el, tehát mit szeretnétek fogyasztani, innivaló, ennivaló, úgyis bemész a konyhába. Valószínűleg ez is illetlenség. Mi az, hogy megkérdezed, hogy mit szeretnél oda fogyasztani? Oda kell már készíteni, gondolom. Hát persze. És hogyha mondjuk váratlanul jön valaki? Hát váratlanul a kávé hideg lesz, mire megérkezik. Váratlanul megint illetlenség menni? A kávé hideg lesz, mire megérkezik. A virág meg hervadt. Mert több órával előtt érkezik. Jó, hát fogadjuk el, hát ez az illemszabály. Hát most mit csináljunk, gyerekek? Fogadjuk el, de nem fogadjuk meg. Jelen. Nyilván nem teljesen életszerű, de ezt mondja az illem. Jó, ez egy szabály, amit meg lehet most szegni. Vagyis én megfogok. Mint ahogy én is megfogom a lépcsős szabályt, mert én továbbra is életszerűbbnek tartom azt, hogy a férfi ne menjen a nő feneke mögött. Mert azért igen, az ritkább, hogy a nő lezúg a lépcsőn, mint az, hogy megbámul a fenekért. Nem vagyok ebben biztos. Hát meg ha lendületben van, akkor zúgsz vele, nem? Hát meg az én fizikumommal, tehát én aztán, ha kit kapnék én el. Tehát. Jó, de szerintem sokat tanultunk ma reggel. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy legalábbis nekem tetszett. Én nem kérdés, hogy mennyit fogom megfogadni. Fogadunk meg belőle. Hát persze, hát nyilvánvaló ezek azért vannak, hogy eltérjünk tőle. De tanultunk ma reggel is, úgyhogy én elégedett vagyok. Jó, oké. Várjuk egyedig az eredményeket, hogy kinek mennyi lett a helyes megfejtés. Igen, várja nekünk is itt azt mondja, hogy megcsinálta a statisztikát is ez a teszt. Kérlek szépen, megoldottunk. Nem minden, ugye ugráltunk a kérdések között. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kérdést. Ebből 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hatot találtunk el? Hatra válaszol. Hát mondjuk a felét nagyjából. A felét jól eltaláltuk. És úgy, hogy összeraktunk, amink van. Hát de most volt olyan, amire ti jól válaszoltatok, de én más jelöltem meg, és... Nem tudjuk, hogy számoltad. De mondjuk ilyen hárman együtt olyan félig illedelmesek vagyunk. De ezt azért így jelentetjük. Jó van. Akkor van még hová fejlődni. Tanultunk ma reggel is valamit. Jöjjön Ed Sheeran és a Shape of You. Debrecen Rádió. Debrecen. Reggel. Ez itt a Debrecen Rádió, 4 perc múlva pedig már 9 óra lesz a mai Vekker első részének végéhez értünk, hiszen Marcsitól lassanként el kell köszönnünk. Akkor légy szíves, köszönj el a lehető legilledelmesebb módon, amit magadból ki tudsz préselni. Csá! Na, akkor csávi! Várjál még a nap hallgatója díjat, igen, ezt gyorsan adjuk. Egyértelműen Keca volt itt a legaktívabb, aki kérdésekkel is bombázott bennünket, meg egy-két illemszabályt magyarázott, és úgyhogy a mai főtaps neki jár természetesen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál ma reggel is. És Marci, neked is köszönjük. Csá. Hogy velünk voltál, csá, holnap szép reggel 6-kor várunk téged vissza sok szeretettel. Közben pedig többen is írják, hogy pont lemaradtak a Hurrá nyaralunk játék kérdéséről. Nyugi, föltesszük ma még többször is a kérdést, úgyhogy nem maradt le semmiről az, aki lemaradt az előbb a kérdésről. Én egyébként még maradok, a hírek után hozom például Burák Jeter dalát, itt lesz a Tuesday.